Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Villámcsapott egy hőgyészi házba, Tolna megyében több helyen okozott károkat a vihar. Ballagás véget ért a kisgyerekkor több 1008. osztályos számára. Templom napja, szent misével és koncerttel ünnepeltek Faddon. Borok és húrok, Rudán Zsó koncertezett Szekszárdon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jégesővel, viharos széllel érkezett a lehűlés vasárnap, Tolna megyében is több helyen okozott károkat a vihar, Tamásiban dió és cseresznye nagyságú jégeset, hőgyészen pedig tüzet kellett megfékezni, mert villám csapott egy családi házba. Az ott lakók már a szekszárdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt oltani kezdték a lángokat. A villámcsapás következtében az épület elektromos hálózata és berendezései is tönkrementek, egyik esetnél sem történt személyi sérülés. Kakasdon autóra dőlt egy fa, Kajdacson szintén faágakat kellett eltávolítani, ahogy Bátaszéken is, illetve Zombán vízszivattyúzáshoz riasztották a tűzoltókat. Hőgyészen pedig villám csapott egy házba, ami az elektromos rendszert károsította. Itt a kivonuló szekszárdi hivatásos tűzoltók az épület átvizsgálása közben egy füstölő gerendát találtak, azt egy vízsugárral megfékezték. Saját férjével karambolozott egy biciklivel gyereket szállító nő Decsen szombaton. A férfi szintén kerékpárral haladt a családja előtt, amikor lassítania kellett, amit a felesége nem vett észre, így a kerékpárral hátulról belehajtott. A bicikli csomagtartóján ott ült a 9 éves közös fiúk is, aki könnyű sérüléseket szenvedett. Emellett a hétvégén a rendőröknek még 14 másik kisebb balesetnél kellett Tolna megye útjain intézkedniük. Szerte az országban számos 8. osztályos tanuló utoljára vonult végig iskolája folyosóin, hogy lezárja életének egy korszakát. Tolna megyében a tankerületi központokhoz tartozó általános iskolákban közel 1500-an ballagtak el szombaton. Feldíszített folyosók és osztálytermek ünnepi hangulat és a búcsúk esedédes pillanatai. Ilyen a ballagás minden iskolában. A nyár közepén az általános iskolások mondanak búcsút annak az intézménynek, ahol óvták, vigyázták, nevelték őket. Bonyhádon a Széchenyi iskolában 82-en indultak utolsó sétára az épület folyosóin. Szabó Bélani intézményvezető helyettes azt mondta, a 8 év arról szólt, hogy megtanítsák a gyerekeket megállni helyüket a világban. A 8 év arról szól, hogy megtanítsuk talpon maradni őket, alkalmazkodni az elvárásokhoz, és hogy hozzák ki magukból a lehető legtöbbet, hogy legyenek pozitívak, legyen önbizalmuk, legyen meg az a tudásuk és az a sokféle emberi tulajdonság, ami szükséges ahhoz, hogy megbecsült emberek legyenek a világban. Ahogy Bonyhádon, úgy Zombán is elballagtak a tanulók az általános iskolából. 28 diák intett búcsút az iskolának, számos évvégi jutalmat kiosztottak, a legtöbbek viszont az egyik ballagó, Bíró Botont kapta. A diák azt mondja, nagyon bánja, hogy el kell hagynia az általános iskolát, de számos jó emlék köti ide, és ahogy teheti, visszatér egy-egy beszámoló erejéig. Mindenki nagyon fog hiányozni, főleg az osztálytársaim, kedves tanáraim, az órák is, a szünetek, a beszélgetések. Szomorú vagyok, hogy itt kell hagyni az iskolát. A bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskolában 45-en mondtak végső búcsút az általános iskolának. Mészáros István igazgató azt mondta, ez a nap a pedagógus számára is nehéz, hiszen el kell engednie azok kezét, akiért éveken keresztül felelősséggel dolgozott. Csiszoltuk egymást, mi is őket, ők is minket, mert minden ember változik, a pedagógus is, a gyerekek hatására. És remélem, hogy sok pozitívumot kaptak tőlünk, a kollégáinktól, és olyan tudományok, képességek lettek fölvértezve, hogy meg tudják majd állni helyüket. A Tolna megyében működő tankerületi központok iskoláiból megközelítően 1500-an ballagtak el.
Fél évszázaddal ezelőtt, 1969-ben adták át a szekszárdi egyes számú óvoda Vosinszky utcai épületét, ezt ünnepelték az intézmény pedagógusai, egykori vezetői és néhai óvodásai. Az óvodába járó gyerekek műsorral is készültek, az intézmény folyosóján pedig fotótárlat nyílott. A képek az óvoda elmúlt 50 évét mutatják be. Kértünk volt óvodásokat, volt dolgozókat, hogy akinek régi fotó áll rendelkezésre, az hozza be. Rengeteg fotó érkezett, köszönet ezúton is mindenkinek, aki így gondolt ránk, és megtisztelt bennünket ezekkel a régi fényképekkel. Mindenkinek nagy öröm, már a vendégek, akik megérkeztek, élvezettel nézegették, és örömmel ismerték fel a régi óvodásokat, akik már talán 50 felett is járhatnak. Nem engedélyezett összetevők miatt vont ki 5 potencia növelő étrendkiegészítőt a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az étrendkiegészítőknél a hazai szabályozás szerint nem megengedett a gyógyszerhatóanyag jelenléte, ezek pedig vényhez kötött veszélyes gyógyszeralapanyagokat tartalmaztak. Az érintett forgalmazókkal szemben vizsgálat indult, a hatóság által zárolt és a cégek által visszagyűjtött termékek mennyisége már meghaladja az 1100 darabot, összértékük pedig több mint 6 millió forint. Az ország minden részéről érkeztek gyerekek a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táborába, a Szekszárd melletti sötét völgybe. A gyerekek 5 napon keresztül olyan katonai ismereteket sajátíthatnak el, amiket a mindennapi életük során is tudnak kamatoztatni. A feljebb való köszöntése is a honvédelmi táborban elsajátítható ismeretek közé tartozik. A Szekszárd melletti sötétvölgyi táborban 5 napon keresztül ismerkednek a gyerekek a gyalogos fegyvernemmel, nem túl extrém, de a mindennapi körülményektől eltérő módon. Az apukám is régebben, amikor régebben ő is volt katona, meg a nagybátyám is, és mondták, hogy ez izgalmas. A táborban 25-en vesznek részt. Mindannyian 15 és 18 év közötti fiatalok és az ország különböző részeiről érkeztek. Én Kisapostagról származom, Dunajvárosban születtem, és egy nagyon kedves barátom ajánlotta ezt a tábort, és ki akartam igazából próbálni, hogy milyen. A Magyar Honvédség az ország valamennyi megyében szervez nyári táborokat. Mindegyik tábor más-más katonai tematika köré épül. A Tolna megyeit harcos tábor névre keresztelték. A harcos megnevezés azt jelenti, hogy az általános lövész fegyvernemre jellemző foglalkozásokat fogunk nekik tartani. Gondolok itt tereptanra, menetgyakorlatra, harctéri elsősegélyellátásra, olyan ismeretanyagot igyekszünk átadni a fiataloknak, ami kötődik a honvédelemhez, a Magyar Honvédséghez, de amit a civil életben is tudnak kamatoztatni. A gyerekek péntekig táborozhatnak a Szekszárd melletti sötétvölgyben. Fagyizókat és cukrászdákat ellenőriznek a NAV munkatársai ezen a héten Tolna megyében. Revizorokra elsősorban Pakson, Tolnán, Faddomboriban, Bonyhádon és Tamásiban kell számítani. A szakemberek vizsgálhatják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árukészletek eredetét, valamint az online pénztárgép használatához kapcsolódó kötelezettségek teljesítését. A faddi katolikus hívek 1857-ben határozták el, hogy új templomot építenek. 1860. június 13-án páduai Szent Antal napján tették le az alapkövet, erre emlékeznek minden évben a faddi templom ünnepén. A szervezők ezúttal Szvorák Katalint, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekest hívták meg. Szvorák Katalin neve ismerősen cseng a világ számos táján. Munkásságát Kossuth és Liszt díjjal is elismerték. Hite szerint a megbékélés nem lehet illúziókeltés, és fontosnak tartja, hogy a szeretetet ismét komolyan megtanulja a világ. A legnagyobb veszélyben a gyerekek vannak, véli. Mert akkor aztán ne várjuk tőlük, amikor felnőnek, hogy nem kapjuk meg tőlük azt az odafigyelést, amit szeretnénk megkapni. Ez tényleg a felnőttek felelőssége. A család felelőssége, a társadalom felelőssége. Szvorák Katalin olyan albumot állított össze, melyel súlyosan beteg agysérültek állapotán lehetett eredményesen javítani.
az agyvérzéses ember sokszor nem tud beszélni, viszont az agyféltekében a beszédközpontúság és a zenei memória máshol van, és hogyha dadogva is, de tud, hogyha például énekel, akkor nem dadog. És akkor elő tudja hozni azokat a szavakat a dalokon keresztül. Tehát egészen másképpen működik az agy, ha énekel az ember. A zene lesz az, ami újra összeköti az embereket, és ami segít a megbékélést megtalálni, mondja. Más keresztény vallásokhoz képest az ortodox egyház hívői egy héttel később ünnepelték pünkösdöt, így a medinai szerb közösség is most vasárnap tartotta a hagyományos búza szentelést a Szent Háromság szerb templomban. Búza és kalács szentelésre szólították az ortodox hívőket a harangok Medinán. Ez a község Tolna megye egyetlen olyan település, ahol szerb kisebbség él. Anyanyelvüket és a kultúrájukat ma is ápolják, egy héttel később is tartották a pünkösdöt más keresztény közösségekhez képest. Ősi szabály szerint ugyanis, ha a két naptárból adódó különbség ellenére a zsidó és az ortodox húsvét ugyanakkorra esne, akkor az ortodox keresztények a húsvét ünnepét egy héttel későbbre halasztják, így a pünkösd is későbbre csúszik. A római katolikus egyház megengedi, hogy a zsidó ünneppel egybe essen, az ortodox katolikus egyház viszont nem engedi meg, hogy együtt, ugyanis teljesen mást ünnepelnek, és a két ünnep valahol egymást ütné, és ezért akkor újra számolnak, és ebből adódik a különbség. Pünkösd ünnepén a Szentléleknek az apostolokra való leszállását ünneplik, hagyományosan a vasárnapi istentisztelet után búza és kalács szenteléssel. Mivel a templomi szertartás után mulatság következik, általában a szerb közösség barátai, ismerősei is részt vesznek az ünnepen. Erősödő allergiás tüneteket okozhat a fű és a csalánfélék pollen koncentrációja Szekszárdon és a környékén az arra érzékenyeknél. Erre figyelmeztet a Tolna megyei kormányhivatal. A felmelegedés miatt az elmúlt napokban már többször megközelítette a magas szintet az ilyen növények pollenjeinek száma a levegőben. Ugyanakkor a pollencsapdában megjelent a tájidegen bálványfa és az olajfafélék virágpora is, míg a hárs és a bodza virágzása lassan lecseng. Visszafogottabb, akusztikus koncertet adott Rudán Joe Szekszárdon, a P-Mobilból és a Pokolgépből is ismert énekes pályafutásának legnagyobb slágereit adta elő a Borok és Húrok Fesztiválon. Lámpán fénye villog, és semmi se látsz. Ebben tömeg vár, s akarja, hogy játsz. Így énekelt a Pokolgépből is ismert Rudán Joe a Vármegyeházán tartott 12. Borok és Húrok Fesztiválon Szekszárdon. A rock énekes egy visszafogottabb akusztikus műsorral kedveskedett a közönségnek. Rudán, aki az 1980-as évek végén Szekszárdon is élt, azt mondta, mindig örömmel tér vissza koncertezni a városba. Örömmel jövök egyébként Szekszárdra mindig, hát nyilván minden évben többször is játszok azóta is ugye különböző formációkkal. Meg hát ugye nem is beszélve például a Csörgetóról, azért csak itt volt 10 évig a Csörgetó, ami Gyimesi Sándor barátomnak voltam én a jobb keze itt a szervezésben, meg az összes többi jó kis koncert, ami volt akár a sportcsarnokban, vagy hát valamelyik szabadtéri színpont, örömmel jövök Szekszárdra. A koncerten az énekes szinte minden korszakából elhangoztak válogatott dalok. A leghíresebb Pokolgép daloktól kezdve a P-Mobil slágerekig nyúlt vissza Rudán Joe. A fesztivál szervezője Csele Lajos szerint az akusztikus koncerteknek különleges hangulata van, és ezt kevés előadó képes átadni. Megdöbbentő, hogy egy gitár és egy hang gyakorlatilag a rock legendákat meg tudja szólaltatni, és nagyon, nagyon érdekesen, és tehát ez a fesztiválhoz illően akusztikussal, mi döntően akusztikus zenekarokat hívunk. Korábban szekszárdi, most pedig pécsi énekes koncertjén a fiatalok és idősebbek is közösen hallgatták a 20. és 21. század rock himnuszait, Rudán pedig néha személyes történetekkel, néha pedig humoros sztorikkal oldotta a hangulatot. A Kecskemét és Székesfehérvár közötti 168 kilométeres etappal ért véget az idei Tour de Hongrie. A hatodik utolsó szakasz Dunaföldváron keresztül vezetett, ahol népes szurkoló tömeg várta a város központjában a több mint 100 fős mezőnyt. Az élbolyban két magyar is ott volt. A 40 fokos hőség ellenére népes tömeg várja a 40. Tour de Hongrie mezőnyét Dunaföldvár központjában. Amatőr kerékpárosok jöttek a látványért messzebbről is, Tamásiból és a Duna túloldaláról, Kunszentmiklósról is.
A várakozás izgalmas perceiben a Le Fan Mazsolett csoport szórakoztatta a közönséget. Úgy gondoltuk, hogy ha már egyszer keresztül megy rajtunk a mezőny, akkor azért ezt illik nekünk valamilyen formában mégiscsak maradandóvá tenni. Úgyhogy készültünk, hívtuk a mazsolettjeinket, hogy egy kicsit színesítsék az áthaladást. Hamarosan itt a mezőny, ezt a felvezető rendőrök megjelenése jelzi, melyet sikongatva fogadnak a földváriak. A következő pillanatban már fel is bukkan a három fős szökevényboly, akiknek mintegy 2,5-3 perces előnyük volt, de hamar ideértek az üldözők is. A viszonylagosan megnyúlt mezőnysor között még több magyar is versenyben volt a dobogóért. A kísérő autók tetején több 10 milliós kerékpárok díszelektek. A mezőny 19 csapatának 129 versenyzőjéből 110-en maradtak versenyben az utolsó etapra. A pontokért itt a részhajrában is hatalmas a küzdelem. Ugye ma itt Dunaföldváron egy sprint részhajrá lesz, ahol a gyorsasági pontversenyben szerezhetnek pontot azok a versenyzők, akik igazán gyorslábúak. Ugye ez egy sík szakasz, így azoknak áll a zászló, akik inkább robbanékonyak, nem pedig a hegyi menőknek. A versenyzők 6 nap alatt 890 kilométert tekertek. A rajt Siófokon volt és Székesfehérváron végződött a 6 részes 2019-es körverseny. Regionális híreink következnek. Az okozott kár mellé milliós bírság is járhat, a tűzgyújtás veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Jól esik, de tilos, betegségeket okozhat a fürdőzés a szökőkutakban. Pécsi szál, egy film Pécs könnyű zenéjéről, nem csak pécsieknek. Családi ház égett Pécset péntek reggel, a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat, személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A nagy melegben főleg a szabadtéri tűzesetek gyakoriak, mondják a katasztrófa védelemnél, a legtöbbször emberi mulasztás áll a háttérben, ezért a szabályok betartására hívják fel a figyelmet a lánglovagok, ezzel a bírságot is elkerülhetjük, ami akár több millió forint is lehet egy-egy esetnél. Ez a ház gyulladt ki pénteken reggel Pécsett az ürögi fasorban. A ház tetőszerkezetében csaptak fel a lángok, a lakók elhagyták az épületet. 4 egységgel vonultunk ki a helyszínre. Az elsődleges feladatunk a tűz körül határolása, a tűzfészeknek a megkeresése volt, tulajdonképpen ez okozott nagy feladatot a tűzoltóknak. Nagyon gyorsan terjedt a tűz, több helyen meg kellett bontani a tetőt, illetőleg a tűzoltóknak fontos, hogy belülről is átvizsgálják a házat. Végül 3 sugárral sikerült a tüzet eloltani. Szolgáltató részéről is voltak a helyszínen, az épületnek a leválasztását az elektromos hálózatról, gázhálózatról megtették. Az eset kapcsán sérülés nem történt. Azonban a tetőszerkezet jelentősen károsodott. Ez már egy szabadtéri tűz, ezek kialakulására van a legnagyobb esélye a kánikula és a szárazság miatt. Csak akkor gyújtsunk tüzet a szabadban, ha biztos el tudjuk oltani. Különben még bírságot is kiszabhatnak ránk, mondja a szóvivő. A tűzvédelmi bírságnak az összege abban az esetben, hogyha a tűzoltói beavatkozásra van szükség, a 20.000 forinttól 3 millió forintig terjedő összeg lehet. Óvintézkedéseket kell tenni a tűzgyújtás előtt. Az sem mindegy, hogy milyen állapotban szeretnénk tüzet gyújtani. Alkohol meg egyéb szerbefolyása alatt ne kezdjenek el tüzet gyújtani. Fontos, hogy oltásra alkalmas eszköz, illetőleg víz az mindenképpen legyen. Tehát mi hatósági eljárás során abban az esetben járunk el, hogyha valaki tüzet rak és nem tudja ezt megfékezni, de tovább terjed a tűz és tűzoltói beavatkozásra van szükség, akkor hatósági eljárás fog indulni, és akkor azt fogjuk vizsgálni, hogy vétkes volt-e a tűzgyújtó ebben az esetben. Az időjárás előrejelzést is figyelni kell. Szárazság van, ilyenkor a szél miatt is könnyen tovább terjedhetnek a lángok, mondja a szóvivő. Idén már történt ilyen tűzeset, ezért kérik, hogy körültekintően járjon el mindenki szabadtéren. Tilos és veszélyes a szökőkutakban való fürdőzés, a kánikulában sokan választják a városokban ezt a hűsítő lehetőséget. A Baranya megyei tisztifőorvos szerint azonban szó szerint bármi lehet ezekben a vizekben, hiszen nem ellenőrzött. A nagy melegben többször láthattunk már a pécsi szökőkutakban fürdő, magukat hűsítő embereket. A gyerekek előszeretettel vetik bele magukat a frissítő vízcsóvákba. A megyei tisztifőorvos szerint azonban ez igen nagy felelőtlenség, nem beszélve arról, hogy tiltás is vonatkozik erre a tevékenységre.
Dr. Kassai Veronika elmondta, az ilyen szökőkutak vizei nincsenek ellenőrizve sem kémiai, sem mikrobiológiai szempontból. A szökőkutak vizét kémiai anyagokkal kezelik, és víz felfrissítés nem történik a szökőkutakban, hát gyakorlatilag sokszor ugyanazt a vízmennyiséget kerinteti, ami még vegyileg is elképzelhető, hogy kezelve van. Hát most ebből következik logikusan, hogy ebbe a vízmennyiségbe, főleg melegbe, szó szerint bármi lehet. A megyei tisztifőorvos azt mondja, az ilyen nem ellenőrzött vizekbe, legyen a szökőkút vagy természetes víz, semmiképpen nem ajánlott belemenni. Ez kifejezetten érvényes a kisgyermekekre, hiszen az ő immunrendszerük még gyengébb, mint a felnőtteké, így bármilyen fertőzést összeszedhetnek az ilyen helyeken. Közönség találkozót rendeztek a Kultik Pécs Uránia moziban. A Pécsi Szál című film állt a középpontban. Az érdeklődők a mozi élmény után a rendezővel, Lévai Balázzsal beszélgethettek az érdekességekről, kulisszatitkokról. Akkor melegítsük be a hangszálakat. Sok pécsinek már ismerős lehet ez a néhány képkocka. Lévai Balázs dokumentumfilmjét, a Pécsi Szállat vetítették le az Uránia moziban. Ezúttal azonban a közönség magától a rendezőtől kérdezhetett tulajdonképpen bármit, amire szeretne választ kapni a film kapcsán. Itt akkor leg lehet tudni műhelytitkokat, elmesélem azt, hogy hogy készült a film, hogy indultunk el, milyen egyéb ötletek voltak, milyen kalandok estek meg velünk a forgatás során, miért mi vagyunk az egyetlen film a magyar filmtörténetben, amelynek a szponzorai között van egy temető is, a pécsi köztemető, szóval ilyen kis apróságokat fogok elmesélni. A Kultik Pécs Uránia mozi számára fontos, hogy minél inkább a közönség kedvére tegyen, mondja a regionális menedzser. Mindenképpen szerettünk volna úgy kedveskedni a nézőknek, hogy esetleg hírességeket vagy a filmhez kapcsolódó személyiségeket is meghívunk erre a vetítésre. Próbáltunk egy olyan időpontot találni, ami lehetőség szerint mindenkinek, dolgozónak, iskolába járónak megfelelő. Így esett a választás a pünkösdre. A pécsi zenei tehetségeket bemutató film egyébként már országos forgalmazásban van. És hogy hogyan lett Pécs a magyar könnyű zene fellegvára, erre a kérdésre a nézőknek kell megtalálniuk a választ. Véremben van a zene, érted? Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Villám csapott egy hőgyészi házba, a Tolna megyében több helyen okozott károkat a vihar. Ballagás, véget ért a kisgyerekkor több ezer 8. osztályos számára. Templom napja, szent misével és koncerttel ünnepeltek Faddon. Borok és húrok, Rudán Dzsó koncertezett Szekszárdon. Kedden eleinte ismét napos idő lesz, majd délutánra megszaporodnak a gomoly felhők, melyekből többfelé kialakulhatnak helyi záporok, zivatargócok. A viharok várhatóan elgyengülnek a késő esti órákra, de a változó, mérsékelt felhőzetből gyengébb zápor még itt-ott előfordulhat éjszaka is. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!